A magyar konyha finom, és ezeket az ételeket sokkal könnyebb elkészíteni, mint az elsőre gondolnánk. Célunk, hogy lerántsuk a leplet néhány klasszikus hazai fogásról, és bebizonyítsuk, hogy a főzés nem atomfizika. Mindezt olyan különleges és gyönyörű magyarországi helyeken tesszük, ahová mindenkinek érdemes ellátogatnia. Ezúttal állandó segítségem lesz ebben a gasztrokalandban, hiszen csatlakozik hozzám egy kedves barátom, Norbi. Hamulatos. Ez neked nagy dolog így Magyarországra jönni mindig. Ugye főzünk is valami jót. Persze. Kis Norbert Ádám sokak számára ismerős lehet a televízióból, hozzám hasonlóan ő is az ételek és az utazás szerelmese. 10 éve él Hollandiában, így külön öröm számomra, hogy mutathatok neki néhány régi új kedvencet, miközben közösen barangoljuk be az országot. Na, hova osztalak? Bárba megyünk. Nem. Na gyere! Első körben hazánk egyik legszebb barokk kastélyát célozzuk meg. Uram, kérem, fáradjon be. Köszönöm szépen! A gödöllői király kastélyt első Grassalkovics Antal gróf építette a 18. században. Később első Ferenc József osztrák császár és Erzsébet királyné, ismertebb nevén Sisi rezidenciája lett. De mit készítenél amúgy Sisinek? Hát nevetnék egy fácánt, és csinálnék belőle egy jó fácán levest erre a téli éjszakára. Gondolj egy picit édesebbre. Felszolgálna neki a mosolyot? Nem, nem, egyre kevésbé. Császári? Császári, jó úton jársz. Császármorzsa. Így van, császármorzsa. És ráadásul ezzel Sisi kedvében járhatunk, hiszen imádta az édességet. Ha most itt lenne, biztos nagyon szívesen megkóstolná. Csináljuk. A császármorzsa egy osztrák eredetű, zsírban sült tésztadesszert, melynek megalkotását egyesek személyesen Ferenc Józsefhez kötik. A monarchia népei számos nevet adtak neki, de az eredeti elnevezés igen beszédes, hiszen a Kaiserschmarrn németül annyit tesz, császármorzsa. Wow! Hova hoztál engem? Amit ígértem neked, elhoztalak a gödöllői királyi kastély gyönyörű szép színház termébe, ahol elkészítjük ezt a monarchia korabeli desszertet egy kis barokk hangulattal megfűszerezve. Jó. Mit csinálsz amúgy? Kipakolok. De mi az a mérleg? Hát a császármorzsához kell a mérleg. Kimérjük palacsinta, tészta, liszt, nem? Jó, okay. Te csak így így oda dobod, vagy mi? Nem, teljesen. Norbiról érdemes tudni, hogy ő a számok embere. Precízen kimért grammok és dekagramok világában érzi jól magát. Én pedig inkább érzésre szeretek főzni. De ugye a császármorzsa önmagában még nem egy teljes desszert, kell hozzá valami, ami kicsit ugye úgy könnyíti, ad neki egy kis íz, kicsit vágja azt az édességet. Van ötletem. Na. Csipkebogyó. Főzzünk belőle lekvárt. És akkor itt leszünk 3,5 órán keresztül? Nem lesz ilyen nagymamás, jó? Csak simán összerottyantjuk. Csipkebogyót beleszórom a lábasba, és felöntöm annyi vízzel, hogy pont ellepje. Ennek adunk most 1 órát. Cukorsó, citrom. Semmi, majd a végén. Fűszer. Rotyogjon. Ennyi. Megfőzzük. Elfelejtjük, és akkor addig bekeverhetjük a császár morzsa tésztáját. A tojásokat ketté választjuk, a tojás sárgáját kikeverjük cukorral, legyen mondjuk 6 tojás. Uh-huh. Elkezdem addig a sárgáját kiambosítani, jó? Előbben szerintem nem is kell ezt túl gondolni. Jöhet egy kis liszt. Hány gram? Pont annyi, ameddig azt az állagot nem éred el, amit szeretnél látni. Amíg a császármorzsa tésztája felveszi a tökéletes állagot, érdemes a csipkebogyó lekvárt is megkavargatni, nehogy odaégjen. Amikor már kellően sűrű, habverőre cseréljük a spatulát, és érzésre elkezdjük adagolni hozzá a tejet. A lényeg, hogy egy kicsit sűrűbb tésztát kapjunk, mint egy palacsinta tészta. Egyszerűen nem lehet elrontani. Én úgy szorongok most itt melletted, hogy nincsenek kimérve, meg nincsenek itt a grammok, dekagrammok. Pánikra semmi jog, ezt neked is mondom, hogy a pontos receptet megtaláljátok a videó alatt. De picit most hagyjuk pihentetni, be fog ennél jobban sűrűsödni. Nem dobjuk ki a tojásfehérjét, nem, ugye? Légy szíves, azt addig verd fel nekem, jó? Mert? Biztos? Mert? Biztos? Mert? Biztos? Szója, ha elég. Mert még? Hogyha ezt megfordítanám, ez még rásna a fejedre, az nem az igazi. Kész! Meg mered csinálni? Fejem fölött? Na, csináld, csináld. Biztos vagy benne? Csináld, csináld. Biztos vagy benne? Csináld. Tényleg? Csináld. Tényleg biztos vagy benne? Csináld. Jó lesz? Jó, sikerült.
szépen adagolom ide neked bele a tojásfehérjét, jó? Te meg ezzel a kanállal, ez finom mozdulatokkal forgasd inkább, mint keverd, jó? Jó. Ez azért fontos, hogy levegős maradjon a tésztánk, és ne törjük össze a felvert tojásfehérje habot. Az elkészült tésztát félretesszük, a serpenyőben bőséges vajat melegítünk, és amikor már szépen habzik, akkor kisüthetjük az első adag kaiserschmarrnunkat. Előtte muszáj lesz befejeznünk a lekvárt. Bugyogott ez legalább egy órát, ugye miért az időt? Igen. Ez olyan körülbelül 10 dekányi pép. Tehát 10 deka, 5 evőkanál cukor, európai szabványkanál. Ugye nagyon picit le bottormixoljuk a lekvárt. Igen. Ilyen állagot kell majd kapnunk. Milyen? Na? Akkor ezt megcsináltuk. Ez már megvan. Nagyon jó lett. Császár Morzsi. Elkezdjük? Aha, szersz. Akkor serpenyő. És most jön a lelke az egésznek, nyilván a tésztán kívül, a jó sok vaj. Tényleg jó sok vajról beszélünk. Ez szépen felhabzott, most jöhet a vékony cukorréteg. És az első adag tészta. Még, bátran. Nem kell ennyire óvatosan? Nem kell ennyire óvatosan. Amikor már az alja elvált, és tudod így mozgatni, sokak ellensége, sokak barátja következik. Neked a haverod? Én szeretem a mazsonyát. Szépen megszórjuk a tetejét, illetve ezt az oldalát is vékonyan megcukrozzuk. Most jön a varázslat. Azért könnyebben meg tudjuk fordítani. Először elnegyedeljük, és megfordítgatjuk szépen. Hát tudod, milyen szép színe lett? Vajtól meg a cukortól. És most jöhet az a mozdulat, amitől a kaiserschmarrn igazán kaiserschmarrnivá válik. Szét tancsírozzuk kis tépett darabokba. Hagyjuk, hogy a külső hő szépen finoman megfőzze a benne lévő tojásfejét, és itt megnézel, akkor látod, hogy az egész ez ilyen légies, könnyed, szivacsos valami lett. Érzed a vajat? A vajnak ez a magyaró. Karamell, ugye? Megfújom egy kicsit. Teljes, most lett kész. Tudod mit? Hogy lehetne ezt még fokozni? Csináljunk egy puncsot. De lesz benne alkohol, remélem. Rengeteg. Szuper. Kezdjük is el. Puncs. Ahány ház, annyi szokás, én a klasszikus tea alapút szeretem. 5 hozzávalónk van. Cukor, az arakrum, víz, a tea fűszere. Van narancsunk, elkészítjük a teát. És nézd, mit csinálok, hogy csak így... Azért egy fahéj mehet bele. Csillag ánisból szerintem 2 simán bele. Szegfűszeg, az nagy barátunk, nem? Igen, az is elég intenzív. Úgyhogy ilyen 4-5-öt beleteszek. Jó. Nem narancslevet fogok beletenni. Csinálta a savanyított narancsot otthon. Mivel savanyítod ezt? Simán ecetes uborka. Ugyanolyan, csak nem uborka van benne, hanem narancs. Légy szíves, mérjél ki nekem a mérlegen 17 g cukrot. És ezt azért kértem, hogy megtapasztalt, hogy milyen jó érzés kimérni. Rohadtul nem fogom használni. De milyen? Nem mérek, oda sem nézek, csak úgy szórom. De menjen bele is azért. Én ezt elkészültnek nyilvánítom. Akkor megkóstolunk egyet, jó? Jó. Akkor kezdjük a rummal. Illata nagyon finom. Ennyit. Leteszem a szűrőt és öntöd nekem? Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy az alkohol később kerüljön bele, hogy ne párologjon el. Tudod, mi van még? Rájössz? Lime. Napon szállított lime. Ez ad neki némi füstösséget, némi citrusosságot. Tomi, tiéd a megtiszteltetés. Köszönöm szépen. Isteni. A szakács? Igen. Biztos, hogy ez szívből és nem receptes könyvből készítette. Kedves kuzin, ez jó lett. Ez a kis vaj, ez a kis porcukor a tején, ez a lekvár. Akkor jóvá hagyod a kaiserschmarrnimat? Hát, szerintem ezt Sziszi is jóvá hagyná, sőt, rámenne. A rumpuncsod is nagyon finom lett, kuzin. Úgyhogy kedves egészségedre. Ez egy jó kis nap volt. Norbit sikerült meggyőznöm a császárborzsával. A rumpuncs pedig bármelyik téli hideg estét feldobja, higgyétek el. A recepteket megtaláljátok a videó alatt, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, hiszen hamarosan újabb finomságokkal jelentkezünk.